Na sziasztok srácok, újra itt. Na itt vagyunk a Diósunkba. Nagy belarusszal csapassuk itt le a füvet. Mert ugye ezt már nem lehetett volna már dzsungelkaszával se levágni. Úgyhogy most ezt most felveszem nektek. Ott megy a... Úgyhogy most itt vagyunk a Diósba. Úgyhogy a... Itt vannak a kis... Mi a fenék? Fenyőfáink. Hát ja, ilyen szártépőzik itt a srác, ismerem. Elég faszán lenyírja. Azt nem lehetne másképpen gyerekek lenyírni. Ami jó, hogy megkarózgattam. Elég szépeket tőttek most a diófáink. Ja. Most jön vissza a srác. Úgyhogy csinálok egy ilyen jó kis videót nektek, így gondoltam. De megvan minden. A 20-as Belarus lehet szerintem. Jó hangja van. Kell, gyerekek! Ja, szóval itt a Diósunk. Vannak benne gáztenyefák itt a szélébe. Megmutatom nektek. Na most ez most éppen pici. Valahol ott van. Ja, itt van. Itt van, megvan. Megvan. Legényt elnyomta egy kicsit a gaz. Majd ezek itt ki lesznek majd bontogatva. Van benne nagyobb is. Ja. Itt van anyámnak a izéje. Kicsit már nagyobbak lettek a fenyői. Van benne alba, körte. Ez is fenyő. Hagyományos ez. Ezek majd ágaknak mennek karácsonykor valószínű. Van benne zöld ezüst. Ja, van ám így gyerekek. Itt melózni. Itt is vannak benne diók itt a szélébe az anyámé. Ugye itt végig. Ja, zöld ezüst. Kék ezüst. Akkor agácák vannak ott a legvégén, körtefák. Ja, valamelyik egy kicsit nagyobbra megnőtt. Azzal nem tudom mi lesz majd, valószínű megy majd ágakba. Cseresznyefa. Lejjebb arra vannak sárga barackok. Most egy kicsit itt rendet kell rakni, srácok. Mert úgy áramlott a finiró traktorunk, aztán ugye most nem tudtunk annyira foglalkozni vele. Aztán ugye most ragassuk rendbe. Itt is ugye ledzsungelkaszáztuk itt a kis fenyőfák körül. Arra is végig fenyők. Most már jó nagyok. Ezek már idén jönnek ki. Ültettem körtefákat.
Nézzétek! Itt a kis Vilmos rajta. Lássátok. Most idén megmutatta magát. Vettem 6 darabot ilyen kis Vilmos törték. Ja. Itt is van. Aztán azon is van egy kis körte. Hát ilyen kis körtök vannak benne. Na, videózom nektek a traktót. Meg majd még itt is lesznek majd videók csinálva erről a diósról. Segítek a srácnak, nehogy véletlenül elcsössze. Ja. Úgyhogy ez itt egy hektáros föld. Szászok, ezt úgy higgyétek el. Tele van diófákkal. Ott látszanak is, ugye, hogy ott zöldülnek a. Na most egész jól megnőttek benne. De le tudjátok meg, hogy ez milyen vérrel, verejtékkel. Ezt tűnyíró traktorra szoktuk vágni, ezt úgy képzeljétek el, ezt a füvet. Jó, nem ezt a nagyot, hanem ezt a területet. Csak ugye nem bírta a kiképzést. Ő kéne mennem tesómhoz. Ott van tesóma, meg anyám. Zaje! Úgyhogy ja, itt vannak a nagyobb fenyők. Ezek majd mennek majd most idén most szerintem ilyen koszorúba, meg tudjátok, van az az adventi koszorú. Úgyhogy ja, ilyenekbe fog belemenni. Ú, gyerekek, ezt már csak nagy géppel fogjuk tudni nyírni. Ez már tavaly sem volt lekaszálva. Úgyhogy ja. Ott is van egy kis diófa. Itt is el nagyobbok. Lássátok. Megnőttek úgy, hogy ezt majd le kell majd izéni. Süt a napocska, jó idő van. Kijövök a végére, aztán majd megmutatom nektek. Ott vannak a birkák. Ide már Belarus kellett, töcsön. Nézzétek, milyen gyönyörű látvány. Kint legelnek a kecskék. Ezek jöttek ide bele a diósunkba, azt ezek vágták szét. Haragszok ám azért egy kicsit rajuk. De hát nem az ő hibájuk volt. Tulajdonképpen. Ja. Le van nyírva faszán. Ezt mi kézzel, gyerekek, nem tudtuk volna. Ja, ott vagy az MTZ Belarus, nézzétek. Szépen végzi a rógát. Ja.
tulajdonképpen meg van jelölve mindenhol. De gyönyörű, lássátok a napsugarat. Úgyhogy a... Tesomnak átadom a kamcsit. Ja, itt már egész szépek itt a diófák. Meg nézzétek, vannak ilyen agáca hajtások. Indít jönnek a szomszédból, meg az utcáról. Azt ezeket kaszáltassuk ki tulajdonképpen. Úgyhogy a... Hú, ekkora hír. Szóval le van vágva. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, sok szeretetlen, sziasztok. Átadom a kamcsit neked, Szabi. Jó van. Patár, ja, ott van a... Patár, hol van? Ott van lenne. Ja, jó levágja. Ott a fatara. Nagyon kötött a fáj. Ott a fatara. Ott a bottala. Ott megy a... A fegyvest. Jó. Már kisül ám ez a fű. De ide mindenféleképpen szárképül kell majd. Mesétél a problémánkról, Zari? Meséltem hát. Bedöglött a fűrőt lakni, nem bírta a kitépőt. Ja. Mivel azt ütöttem egy elvitelést, az is. Már lent a videó. Jó, hogy jönne az egyiket, amiket ültettem, én elmegyek arra, Szabi, ott nehogy fogd véletlenül. Jó van. Mi? Jó. Mert azért arra már kicsit beszéltem. Jó, nem akarok akkora zoomolni. Se. Nézzétek a kecskéket, srácok! Lássátok, hol vannak? Ott vannak a kecskék. Rázumolunk a kecskékre egy kicsit.
Jó, messzi vannak ám, higgyétek el. Lássátok, milyen messze voltak? Ott a tesóm. Oké, visszamegyek, már ott fog megfordulni. Picit közelebbre is. Ja, itt vannak a diók. Mesélek nektek, srácok, valami, de szerintem a tesóm elmesélte már nektek, hogy ugye nekünk volt egy fűnyíró traktorunk, nem is egy, mind a kettő nem bírta a kiképzést, sajnos, és ránk nőtt a fű. És ugye nekünk van a Yamaha 16-10-es japán traktorunk, az igaz, csak nincs hozzá kasza, és most azon morfondírozunk, hogy milyen kaszát vegyünk rá. Úgyhogy most több, mint valószínű, hogy jövőre majd azzal fogjuk ezt írni. Azt tudni, mert ez így nem lesz jó. Úgyhogy ez most egy ilyen videó fog lenni. Remélem élvezitek, és tartsatok velünk. Itt fog feljönni, aha, több mint valószínű. Azért ugye ezeket a traktorokat azért összerakták ám annó. Mai napig is teszik a dolgukat. És még hozzá büszkén teszik a dolgukat még a mai napig is. Ezek a gépek. Ott megy anyám, ott a tesóm. Nézzétek, erre. Ott a tesóm. Szép zoomolom a fejét, nézzétek. Hát eléggé szép ez zoomolva. Úgyhogy srácok, így jártunk, elérjétek. Bogár, menj már innét. Itt jön vissza. Akkor itt fog lejönni, ha. Azt leírta. Itt fog lejönni. Több, mint valószínű. Hát nem tudom, hogy mára fog fordulni.
Jó hangja van. Jó hangja van a gépnek. Bocs, srácok, már süt a nap, de hát ez van. Nem tudok mit csinálni. Hogy ez van, srácok. Sajna bajna. Hát nem sajna bajna, de most örülök, hogy most valameddig rendben van ez a diós. Ja, itt még szerintem egyszer eljön, látom. Mindegy, talán megvannak. Úgyhogy én sem gondoltam róla, hogy ekkora traktor lesz itt benn valaha, tehát ezért vissza kell vennem az ummot, mert hülyeség. Meghaltam. Jó. Úgyhogy itt vannak a diófáink. Jó régi ültetvényem. Nagyon régi ültetvény, srácok. Nem műskedek. 8 éves, ha nem több. Is van. Van kapu, meg minden. Be van betonozva. Tehát az ilyen videókat szereti, ugye most arra is gondolunk azért. Tehát mindenkire gondolunk, srácok. Mi is őszintén megmondjuk, hogy mi is szeressük az ilyen traktoros vidiket. Úgyhogy bizony, mi is szeressük ezeket a trakis vidiket. Na, elmozdult a kezem. Van somunk. Somunk is van. Itt vannak a somok. Ott az egyik, ott meg a másik. A túlja mellett. Te som. Vannak a szomszédnak a
kecské. Úgyhogy élvezzétek ezt a vidéki videót, srácok már! Most jó az idő is, meg minden. Úgyhogy most már látszik azért a diósból valami. Őszinte legyek, most már látszik valami a diósból. Még őszinte leszek, srácok, hogy ezt még a Yamaha japán traktorunkkal is szerintem meggyűlt volna itt a bajunk. Ja, fasza lesz, gyerekek, fasza lesz a diósunk. Meg vagyok nyugod, ha őszintén elgondolom, hogy én nekem állatlan éjszakáim voltak, ez miatt nem tudtam letolni a fület. Vettünkre.
Én imádom a gépeket. Ti is tudjátok. Én régen traktoros akartam lenni, nem hogy régen, hanem még a mai napig is. Úgyhogy ezt jobb, hogy tudjátok, de félig meddig ez sikerült is. Úgyhogy nekem ez most olyan, mint a Duncan meseboltja. Óva, beszabadulnak a gyerekek karácsonykor. Mi? Ja, már ne vegyem, azt mondja. Jó, a srácok. Úgyhogy meg most nagyot ugrottak, nem hülyéskerek, legalább egy métert ugrottak a dióim. Ezt meg majd pengével kénytelen vagyok itt a közit kivágni, mert itt azért itt ekkora gép azért most itt hülyeség lenne. Itt fordulna párat. Meg itt forgolódna benne. Csak még akarok fotót csinálni, tudod? Szépek a fáink, srácok. Jézus vigyázz ránk, itt is. Úgyhogy... Már egy fotót akarok csinálni, Zoli. Aztán mindjárt megállítom, hallod? Ez... Nagyon jó kis gép. Kérdezem a Ménától le... Gidízhetem-e. Ez nagyon jó kis gép, srácok. Ez. Nem baj, hogy videózok, Béla, nem baj. Én imádom a gépeket. Úgyhogy, ja. Srácok, ha tetszett a videó, mindenféleképpen csapjatok egy óriási lájkot és iratkozzatok a csatornánkra fel. Szabi Zoli, Szazó. Sziasztok!